Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen, hogy ilyen szép számban elfogadták a meghívásunkat ma este. Engem Martos Gábornak hívnak, és a Múzeum Café magazinhoz csatlakozó élő Múzeum Café beszélgetéseknek vagyok a szerkesztője. Két mondatot szoktam mondani, ha valaki esetleg nem ismerné a lapot vagy ezt a beszélgetés sorozatot. A nyomtatott Múzeum Café az 2007 óta jelenik meg, két havonta, mint a Magyar Múzeumi Szakma egyetlen országos terjesztésű nyomtatott folyóirata kiadványa. És miután az első pillanattól kezdve látszott, hogy a szerencsére a magyar múzeumi életben, a magyar muzeológiában sokkal több minden történik, mint amit két havonta ezen a néhány száz oldalon a nyomtatott kiadvány le tud fedni. Ezért 2010-ben elindítottuk a másik megjelenési formáját a lapnak, az élő Múzeum Café beszélgetéseket, amikor is valamilyen múzeummal, kulturális érdekességgel, kiállításokkal, művészettel kapcsolatos témát beszélünk meg meghívott vendégeinkkel. És hát nyilván azt is tudják, hogy ezeknek a Múzeum Plus esteknek, amikor is este 10-ig sokféle program várja önöket itt a galériában, mi rendszeres résztvevői vagyunk, és azt gondoltuk, hogy az év első mostani élő Múzeum Café beszélgetésére egy olyan témát választunk, ami két most megjelent könyvhöz kapcsolódik, és ehhez kértük fel beszélgetőtársainkat. Először is Gerevics József elmeorvos művészetterapeutát, aki a Teremtő Vágyak című kötetnek, köszönöm szépen, hogy itt mutogatod. Szóval, hogy ennek ez most már a második kötete ennek a, mondjuk akkor most már így, hogy sorozatnak, aztán majd beszélünk arról, hogy hogyan tovább. Ez most az év végén jelent meg. A másik vendégünk az asztal mögött Rockenbauer Zoltán művészettörténész, aki a műcsarnoknak a kurátora, és akinek pedig erről a Csinszkáról megjelent kötetének ez a második bővített, alaposan bővített kiadása, de majd erről is fogunk beszélni, már csak a vastagságából is látszik, igen. És aki nagyon kedvesen segít nekem a bemutatásban, Bellá Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa. És hát akkor, ha már itt van ez a két könyv, amelyben múzsákról van szó, akkor azt gondoltuk, hogy múzsákról beszélgessünk ma, tehát olyan hölgyekről, akik a művészek körül valamilyen ihlető módon jelennek meg. De Gábor, én azt szeretném elsőnek tőled, mielőtt a szerzőket itten elkezdenénk faggatni. Van annak valamilyen meghatározása a művészettörténetben, hogy kit tekintünk múzsának? Milyen nőt tekintünk a múzsának egy művész mellett? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Már tegnap is találkoztam a Martos Gáborral, és megkérdeztem tőle, hogy mit fog kérdezni, és azt mondta, hogy ne izguljak. Erre most kérdezett olyat, amire nem készültem, de persze azért készültem. Természetesen, de mit is kérdeztél? Tehát, hogy kit tekintünk múzsának? Próbáltam ennek utána nézni, de ennek természetesen nincs olyan exakt definíciója. Talán szakirodalma van. De olyan nagyon exakt definíciója nincsen. Én azt gondolom, hogy bárkit múzsának tekinthetünk, aki egy művész környezetében él. Nem mondom azt, hogy együtt él vele, az pláne múzsa. Hova tovább megkockáztatom, hogy talán nincs is olyan felállás, hogy egy művésszel együtt élő személyről kijelenthetnénk, hogy ő biztosan nem múzsa. Tehát a művész környezete az már az múzsává teszi a benne élő embereket. Épp ezért aztán lehet múzsa egy orvos, mondjuk aki a élettársam, lehet múzsa a takarítónő adott esetben, aki az egyszerű kérdéseivel mindig a legjózanabb irányba tereli a gondolkodásomat, és így tovább. Ugyanakkor történetileg mégis van a múzsaságnak valamiféle eredete, hiszen a múzsák, ahogy azt a görög mitológiában ismerjük, azok a különböző művészeteknek a, mondjuk úgy, hogy művészeti ágaknak a istennői, és ami a legérdekesebb bennük, hogy a múzsákat tulajdonképpen a múzsák szülői, azok nagyon fontos szereplők. Az egyik maga Zeus. Tehát ha nagyon jó a genetikája, mondanám azt a múzsáknak, mert a legfontosabb Isten az apjuk,
és az anyjuk pedig az emlékezés istennője, Mnemosyne. És valójában mindaz, amiről a művészet szól, az pontosan az, ami az isteni, és ami az emlékezéssel kapcsolatos. Mert ha valamiben nem érezzük azt a sugal, azt az erőt, ami egy jó műalkotásnál ugye jelen van, akár a zene, egy olvasott élmény, egy képnek az élménye, akkor az nem jó mű. De ha érezzük, akkor elhisszük, hogy Zeus, vagy akármilyen főisten keze benne van a dologban. Az emlékezés pedig azért fontos, hogy a jó művek soha nem mennek ki a divatból. Ezek most hiába barokk művek, és azt mondjuk, hogy ma már nem festenek ilyen képeket. De ha igazán belegondolunk, hogy miről szólnak ezek a képek, és milyen minőségben vetnek föl emberi problémákat, akkor azt mondjuk, hogy ezek örök dolgok. Úgyhogy ez ennyit a múzsák ős történetéről, és a múzsaság fontosságáról. József, te a könyvedben azt írod, mind a kettőben egyébként, ugye mondtam, hogy ez már a második kötet, hogy te találkozásokra koncentrálsz. Tehát művész és valakinek a találkozása, amiből aztán művek születnek. Te múzsának tekinted? Ugye a te könyvcímedben nincs benne ez a szó, az Olivier-ben benne van, tehát vele annyiban könnyebb lesz majd erről talán. Te hogy tekintesz ezekre a kapcsolatokra, vagy miért pont ezeket a kapcsolatokat vetted elő? Hát kezdem azzal, hogy a te első kérdésed aranyos módon előítéletes volt, mert te nőként nevezted meg a múzsákat. Erről majd szeretnék beszélni. Egy nemiséget neki, tehát az egyik nemet emeltet ki múzsaként. Én azt gondolom, hogy a igen, múzsa erre az, majd vissza. Jó, ezt jól mondod, de én erre vissza akartam tenni. Hát Gábor ezt világosan megfogalmazta, hogy sokkal tágabb köre van a múzsáknak, mint sem, hogy le lehetne a nőkre egyszerűsíteni. Ami a találkozást illeti, ez egy pszichológiai fogalom. Ugye az encounter, ugye az angol száz encounter fogalom, hát a pszichológiában az encounternek óriási jelentősége van a két ember találkozásának és az abból fakadó legkülönbözőbb dolgoknak, nem csak művészi alkotásoknak, hanem bárminek, egy új életkezdetnek, egy új életszakasznak és sok minden egyébnek. Tehát a találkozás az egy rendkívül fontos pszichológiai fogalom. Most ebből a szempontból a művészet pszichológiának az egyik alapkérdése a művek keletkezés története. Hogy hogyan illeszkedik a művész élettörténetébe, személyiségének bizonyos jellemzőihez, és így próbáltam személyes motívumokat keresve rátalálni motívum típusokra, és a találkozás élmény egy nagyon fontos motívum típus, amely visszatér a legkülönbözőbb alkotások genezisében. Uh-huh. De azért hadd mondjam a múzsa kérdést tovább ragozva, hogy azért vannak élő és vannak fiktív múzsák. Vannak rég halott múzsák és élő eleven múzsák. Ugye Gulácsi Lajosnak nem volt élő és valóságos múzsája. De élt abban az egész olasz reneszánszban, és így van, vagy amikor egy parafrázist láttunk, ugye, amikor Van Gogh megfesti a Lázár feltámasztása című parafrázisát, amit ugye Rembrandt híres képéről merített, akkor neki Rembrandt volt a múzsája, mert hogy a rembrandti problematikába ágyazottan indított, és egy teljesen más koncepcióval hozott létre egy vadonatúj művet, ahol Jézus Krisztust a napkorong helyettesíti például, mert ő ez, nem gondolta, hogy... Ez érdekes, hogy ilyen esetben is mondjuk egy előzményt tekinthetünk-e múzsának. Zoltán, a te könyved címében effektíve ott van, majd a Jóskától kérde, hogy effektíve ott szerepel, ugye, hogy Csinszka, mint múzsa. Tehát te nyilvánvalóan őt múzsának tekinted, méghozzá nem is egy művész múzsájának. Igen, még a múzsákhoz egy gondolat, hogy melyik az a művészeti ág, akinek nincs múzsája, mondjuk a táncnak, az irodalomnak, a zenének van múzsája, melyiknek nincs? A festészetnek, képzőművészetnek, annak nincs múzsája, valami értetlen oknál fogva. De ez most egy mellékvágány. Engem tulajdonképpen a múzsaságnak egy speciális esete érdekelt, már Csinszka előtt is.
amit Gerevics József is kiemel ott az egyik utószóban, hogy ahol, ami egy ilyen létforma, tehát a múzsa, akik a múzsaságot egyfajta létformaként élték meg. Ilyen volt Alma Mahler, akivel szintén foglalkoztam valamilyen szinten. Sokak múzsája. És igen, tehát ahol nagyon fontos az, hogy ő inspirál valakit, és tudatosan inspirál. Tehát tudatában van annak, hogy inspirál. Nem egy passzív személyiség, aki rajonganak, vagy aki egy ilyen idea, és akkor annak alapján születnek művek, hanem ő aktív ebben a kapcsolatban. És ez a Csinszka is kétségkívül, de ilyen a Galadali, akit szintén József könyvében is lehet róla olvasni. És hát még van egy pár, akik ezt úgy fölvállalták, ezt a múzsa szerepet. És ez általában azzal van összefüggésben az én meglátásom szerint, persze biztos vannak ellenkező példák, hogy ezek a személyek, én a múzsákat nőnek tekintem ebből a szempontból, nem mennék bele a gender ideológiának minden részletében, nyilván lehet másról a múzsákat is találni, de amivel mondjuk én foglalkoztam. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a hölgyek művészi hajlamokkal vannak megáldva. És hisznek a saját művészetükben egy jó darabig, amíg aztán persze a sorsa fejükre nem üt, és ki nem derül, hogy igazából ők nem tudnak művészként kibontakozni. Alma Mahler zeneszerző volt, festeni tanult Klimtnél, verseket írt, dalokat komponált, szóval nem volt akárki. És Csinszka is tanult festészetet, komolyan tanult festészetet, Kerstokhoz járt festeni, írt verseket, írt novellát, fantasztikus levelező volt, meg tudott fotózni. Tehát a festészetről azt mondta, hogy ez az a nagy erő, amit a kezemben érzek, írja még egész fiatalon. Tehát, és hát többen, mondjuk van még egy pár ilyen francia hölgy, aki kifejezetten aktív, művészi területen is próbálkozik. Tehát engem igazából ez érdekelt. Azok a személyek, akik ebben a kapcsolatban aktívak, és nem akik csak így csodálni lehet. És a Csinszka az ez a típus. És akkor azok a férfiak, akik mellett ő szerepelt, tehát Adi, Márfi, Babics alapvetően, bár... És Tabéri és Lán Béla, igen. És tehát, hogy vannak még... És bizonyos érzemben Móricz Zsigmond, mondjuk Móricz Zsigmonddal nem volt ilyen kapcsolata, de Móricz Zsigmond szereplőjében is rá lehet ismerni Csinszkára. Tehát, hogy hát sőt, hát a Riprónaira is hatott, ugye a Ripri ezt a gyönyörű portrét rajzolta róla. Szóval, hogy te hogy gondolod, hogy ez minden esetben más, vagy ez tényleg egy adott személyiség, ami bárkit meg tud érinteni? Tehát költőt, képzőművészt, prózaírót, ha most tényleg ugye ide veszük a Móriczot. Szóval, hogy gondolod, hogy mi az ő kapcsolata ezekkel az emberekkel? Tehát mondjuk általánosan nem tudok ebből, hanem azok, mondjuk Alma Mahlerre meg Csinszkáról többet mondani. Az ő esetükben, ez tulajdonképpen társalkotás bizonyos értelemben, de ez, azt hiszem, hogy a József könyvben is van erről szó. Tehát ez egy társalkotás. Azok a művek egyszerűen nem jöhettek létre, olyan művek nem jöhet, nem is azok, nyilván azok nyilván nem, de hasonló művek sem jöhettek volna létre. Alma Mahler esetében, mondjuk Kokoska, vagy akár Gustav Mahler zene darabjainál, és hát Csinszka esetében is nem. Egyszerűen nem. Csinszka megváltoztatta Márfi Dön festészetét. Márfi festészeti stílusán nagyon sokat faragott. Nem tudatosan, nem mondta neki, hogy így fogd az ecsetetést csináld, fessél így vagy úgy, hanem egyszerűen az a kapcsolat, az ahogy az életét együtt megváltoztatta. Éltek, az megváltoztatta már fél életét, normális nyilván egy együtt élő nő esetében. De az Adinál is, tehát ha megnézzük azt, hogy az Adinak a Léda versei milyenek, meg a Csinszka versei milyenek, akkor óriási különbség van. Nyilván ebben persze belejátszik azt, hogy közben az Adi fizikailag teljesen leromlott, és elveszítette azt a férfias hevet, amit a Lédával kapcsolatban még megvolt, amiben egyébként a Csinszka beleszeret. Tehát ugye a Csinszka a Lédának az Adiába szeret bele, ismeretlenül, levelezés útján, fénykép és versek alapján, és hát aztán utána kapott egy nagyon nehéz férjet. Viszont fantasztikus versekre inspirálta az Adit. A Csinszka ciklus az egy csoda az Adi költészetén belül. József, egyrészt akartál ehhez valamit mondani? Igen, hogy ne feledkezzünk meg arról a variációról sem, és itt örülök, hogy a duális kreativitás fogalmát, az a társ
társalkotás, vagy hogy fejezted ki? Igen, igen. Tehát, hogy részese igen, valamilyen igen, módon igen, az alkotás. Tehát, hogy azért vannak olyan művek is, amelyeket közösen hoznak létre, a szó fizikai értelmében is a múzsa és a festő, mindketten egymás múzsái. Tehát ilyen is van, ugye a könyvemben szerepel egy dán házaspár, a Kröjer házaspár, ahol van egy kettős önarckép, ahol a férfit a nőt a férfi festi meg, mind a ketten jó festők, profi festők, ugyanakkor egymás múzsái. Tehát ez nekem azért nagyon tetszik ez a példa, mert itt egyértelműen, mint egy emlékművet állít a két festő, a múzsának, akit rehabilitálni kell, mert hogy valahogy a múzsát mindig másodlagosan szerepelteti a művészettörténet, mint egy olyan valakit, aki hát ugyan van, de azért itt az igazi a festő, a művész. Pontosan ezt akartam egyébként kérdezni, csak hogy ezt mintán jeleztél, hogy ehhez hozzászóltál volna, hogy te ennek a mostani második kötetnek az utószavába adsz egy, nem tudok erre jobb szót mondani, egy kategorizálást. Tehát, hogy milyen típusú művész-múzsa kapcsolatok, ahogy te hívod, találkozások vannak. Nyilván pszichológus szemmel, a te szakmád szemével nézve, ez borzasztó érdekes, hogy hogyan tud máshogy viselkedni egy kapcsolatban két ember. Tehát milyen kategóriák vannak, ugye te itt írod a hirtelen találkozást, a gyűlöletig egész elmész, tehát hogy nagyon sokféle kapcsolat. És ez vajon hogy befolyásolja? Tehát arra te találtál, te itt nagyon sok ilyen párkapcsolatot, találkozást néztél végig, hogy a művészetet is befolyásolja, hogy milyen a két ember közötti pszichológiai szemmel nézett kapcsolat? Hát így van, valahogy a köztudatban az él, hogy itt egy szerelmi kapcsolatról van szó, és bevallom őszintén, én a szerelem szót ki sem ejtem egyik könyvemben sem, mert egyrészt, mert nagyon szubjektív ez a fogalom, másrészt meg, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szerelemről van szó, és nagyon sok esetben nem erről van szó. Hát amikor Niki de Fall a nagyon érdekes és izgalmas 20. századi festőnő létrehoz céltáblát a vásznon, és belefest egy valakit, akiről nem lehet pontosan tudni, hogy ki, majd utána elkezdi puskával lövöldözni a céltáblát festékpatronokkal, akkor ott nyilván nem az a valaki, akit ő agyon akar lőni tulajdonképpen szimbolikusan, az nem egy személy, hanem nagyon sok személy, és mind férfi. Tehát visszatérve a nemiségre, tehát ő az emberiség összes férfiát akarja lelőni, de természetesen, amikor ennyire gyűlöli egy festőnő, ráadásul egy gyönyörű festőnő a férfiakat, akkor mindig az apát kell keresni, és meg is lehet találni, és hát az ő esetében az a szörnyű tragédia történt, hogy 11-12 éves korában az apja szexuálisan megerőszakolta. Gábor, a művészet történet, te ugye alapvetően ráadásul 19. százados vagy, azt is akarom majd kérdezni, hogy miért van az, hogy a 19. századból sokkal kevesebbet, vagy nem biztos, hogy tényleg így van, de én úgy érzem, hogy valahogy kevesebb, megoldjuk. Szóval, hogy kevesebb múzsát ismerünk, de közben az mindig ott van minden művész életrajzban. Hogy, és akkor találkozott ebben, és akkor az megváltoztat. Szóval, hogy művészet történészi szemmel, hogy állunk ezekkel a múzsákkal? Két dolog érdekes számomra ebben az egészben. Egyrészt még a Zoltánhoz visszakapcsolódva, tehát hogy mennyire formálja át, úgymond a múzsa, vagy Csinszka, mennyire formálta át Ady Endre vagy Márfi Ödön művészetét. De most egy egész egyszerű hétköznapi példát mondok, hogy mindnyájunkat átformál az az ember, akivel együtt élünk. Lehet, hogy nem vagyunk művészek, de az ember egy jó kapcsolatban azt érzi, hogy más lettem, mint amilyen előtte voltam. És ezt mind a ketten érezhetik. Csak a művészekre nagyobb figyelem fordul nyilvánvalóan, mert ők állandóan magukról beszélnek, akkor is, amikor mást mondanak, vagy más témát választanak. Szóval ez az egyik. A másik pedig az, ugye, amit megkérdeztél a Józseftől, hogy mennyire érhető tetten
a múzsa szerepe, vagy az alkotótárs szerepe egy bizonyos műben. Ez az, amire még soha a művészettörténész nem tudott választ adni, és nem is fog tudni soha, hogy egy mű miért lett olyan, amilyen lett, és annak a komponensei között melyik az, ami pont a másik embernek köszönhető, és nem valami másnak. Nem egy újságcikknek, nem egy hirtelen rosszul létnek, nem egy éjszakai rossz álomnak, valami megvilágosodásnak, hanem a mellettem fekvő, vagy mellettem alvó, vagy mellettem reggeliző élettársnak, feleségnek, alkotótársnak, múzsának, stb. Ezekre nehéz válaszolni. Most mi a helyzet a 19. században? Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos forduló pont van, mondjuk úgy, hogy társadalmilag, szociológiailag a művész státuszában. Egyrészt egyre több művésznőt ismerünk a művészet történetben előre haladva. Ennek több oka is van, egyrészt tényleg többen is vannak, másrészt pedig az úgymond a női egyenjogúság, tehát a szakma hivatás választásban való egyenjogúság, és kétségkívül a 19-20. Század fordulóján tetőzik, amikor gyakorlatilag bármilyen hivatást választhatnak ugyanúgy a nők is, mint a férfiak is. Tehát egyre több művész nő lesz, és ha megnézzük a modern művésztelepeket, Nagybányát, Gödöllőt, hát Gödöllőn már szinte több a nő, mint a férfi művész, ugye nagyjából 100 évvel ezelőtt vagyunk, 900-as évek legelején. Nagybányán is rengeteg művész nő van, megnézzük a fényképeket Torma István tanítványai körében, hát szinte mindegyik nő volt. Ez fantasztikus, miközben a művészet történet, még mindig férfi művészekről beszélünk, és a kérdés az, hogy miért, de ez egy máshova vezető kérdés lenne. Tehát szerintem a 19. század azért egy fordulópont, mert tényleg lezajlik egy bizonyos emancipáció, illetve az a bizonyos jogi társadalmi emancipáció, és onnantól kezdve egyre több nő jelenik meg a művészetben, mint alkotó társ, és bizonyos értelemben a múzsa szerep, a női reprezentáció, majd erről még később szívesen beszélnék, tehát hogy hogyan ábrázolják a nőket a képzőművészetben, a 19. századi művészettől figyelhető meg egyre több olyan eset, hogy a nő alkotó társként van jelen a művész önarcképén. Tehát ez egy bevallott és a művész által is reprezentált kapcsolattá válik, és nem egy úgymond háttér története a művész életének, hanem egy vállalat, és mondom, a nyilvánosság a műalkotásokon is megjelenő fordulatot jelent ez. Hadd kapcsolódjak rögtön ehhez. Persze. Ha nem haragszol. Hogy ez, amit most Gábor elmondott, ez azért nagyon izgalmas kérdés, mert fölfoghatjuk egy kicsit úgy is a 20. századi művészet történetét, mint egy gyilkos harcot a férfi és a nő között. Hogy kiérvényesüljön jobban a művészetben. Hát a művész házaspárok egy jó részében, amiket én itt leírok a könyveimben, ott ez a gyilkos harc megjelenik sok esetben. Hát maga a Kröyer házaspár esetében is. A Marie Kröyer, aki legalább olyan tehetséges volt, mint a férje, de a férje robusztus személye elnyomta az ő tehetségét, amit aztán sajátosan bosszult meg ugye Marie Kröyer, hogy szeretőt választott, és ott élt ugyanabban a városban a szeretőjével, mint a férjével, és így tovább, vagy az amerikai Hopper házaspár, akik hát gyilkos, ádáz harcot vívtak egymással egész életükben, mert soha nem tudta Josephine megbocsátani a férjének, hogy mellette nem tudott, mint festő, kiteljesedni. Tehát van a dolognak sajnos, vagy nem sajnos, de egy harc jellege, és ezekben a harcokban rendre a férfiak győztek. Most ezt a győzelmet idézőjelbe teszem azért. Vagy csak gondoljunk Lev Tolstojra és Sofia Tolstojára, hogy ne csak képzőművészeti példát hozzunk. Hát Sofia Tolstojt az utóbbi 20 évben fedezte fel a világ, mert oly mértékben elnyomta maga Lev Tolstoj is az ő tehetségét, és aztán később a tolstojánosok is mind elnyomták a tehetségét. De hát nem kell messze menni, mert ha csak a Czóbert és a Modok Máriát mondjuk, ugye a Modok Mária, aki gyakorlatilag a saját tehetségét tette be valahova a háztartási, nem tudom, teendők mögé,
és aztán maga a Zóbel lepődött meg egyszer, ugye, amikor meglátta a képet, és azt jó Isten, ez a nő így tud festeni. Na most ezt úgyse fogják elhinni, de nekem ugyanez lett volna a kérdésem, amit itt a József mondott, hogy az, hogy van szerintetek, hogy ugye valami módon mégiscsak a múzsát azt úgy értjük, hogy az ott van tényleg valaki, és tényleg általában nő, aki valahogy úgy segíti az embert. Miért nem merül föl mondjuk ez a kérdés a Frida Kahlo és a Rivera között, akik, ha úgy tetszik, egyenrangú művészek voltak. De ott soha eszébe nem jut senkinek szerintem, hogy a Frida Kahlo múzsája lett volna a Riverának, vagy akár fordítva. Egyrészt két rendkívül erőteljes személyiségről van szó, akik tényleg, ahogy az előbb a József mondta, valóban harcot vívtak egymással. A másik pedig az, hogy attól, hogy ezt nem mondjuk ki és nem látjuk, attól higgyük el, hogy inspirálták egymást. Lehet, hogy nem volt múzsa, de biztos, hogy Kahlo nélkül a Rivera, vagy Rivera nélkül a Kahlo nem ugyanaz a művész lett volna. De ez egy nagyon érdekes példa, mert egy kicsit ellentmondásos példa, mert egyrészt teljesen igazatok van, hogy Frida Kahlo és Diego Rivera gyilkos harcot hívtak egymásra, sőt, azt is nyugodtan mondhatjuk, hogy Frida Kahlo viszonylag korai halála nagy mértékben összefüggött azzal, hogy Diego Riverával élt együtt, és haláláig szerelmes volt belé. Aki egy rengeteg frusztráció forrása lett az ő életében, és lehet pontosan tudni az élettörténetben, hogy ahányszor megcsalta őt, pláne amikor a testvérével csalta meg, hogy az milyen módon rontotta az ő fizikai állapotát Frida Kahlónak. Tehát ez viszonylag könnyen kimutatható. De egy dologban nem harcoltak egymással. A művészetben. Mert a Rivera egyenrangú partnernek tekintette kezdettől fogva, és támogatta a művészetét. Nem nyomta el Frida Kahlo festészetét. De azért mondom, hogy tehát most itt őt vettük hirtelen, vagy ő jutott eszembe, de hát azért van ilyen még, tehát azért vannak még ilyen híres párok, tehát mondjuk a Jackson Pollock és a Kastnernél ugyanez lehet, igen, a kérdés. Igen. Zoltán, ebből a szempontból a Csinszka, ha úgy tetszik, tényleg valóban a par excellence múzsa, mert ugyan valóban, ahogy te is mondtad, hogy voltak különböző művészeti törekvései, de soha nem érte el azt a szintet költészetben, mint az Adi, festészetben, mint a Márfi, Babics, hogy akkor egyszerűen csak, most lehet, hogy ez nagyon profánul fog hangzani, hogy egy jó nő volt, és ezt most nem bocsánatot kérek, tehát nem úgy értem, hogy szép nő volt, nota bene szerintem a Riporonai képén egyszerűen gyönyörű. Nota, szerintem gyönyörűbb, mint bármelyik Márfi képen. Riporonai képén mindenki gyönyörű. Ez is megérne még esetleg egy misét, hogy ki hogy látja ugyanazt a nőt, de szóval, hogy csak az Orkára például, aki aztán tényleg csúnya volt. És ugye, igen, de a képek nagy részén azért van olyan Riporonai kép, ahol csúnya. Egy grafikán van, ahol csúnya. Szerintem. Hát, jó, mindegy. Szóval, hogy te hogy láttad, miután nem tudom, hány évet éltél vele együtt? Majdnem 20-at. Hát igen. Tehát gyakorlatilag többet, mint az Adi, többet, 26. mint... 98-ban kezdtem foglalkozni Csinszkával. Többet, mint az Adi, többet, mint a Márfi. Szóval, hogy mit látsz te ebben a nőben? No, de ez a harchoz még azért egy gondolatot azért hagyj tegyek hozzá, mert a Csinszkestében nem igazából érezzük ezt a harcot, pedig hát ott is volt. Ugye az Alma Mahlert, bocsánat, hogy mindig ráhivatkozom, de az Alma Mahler, aki kifejezetten tehetséges komponistaként kezdett el a pályája elején, és akkor hozzáment a Gustav Mahler, azok a Gustav Mahler nagyon határozottan azt mondta neki, hogy Alma, miért nem elég neked az én zeném, ezt hagyd abba, amit csinálsz. És akkor ez rendkívül rosszul esett az Almának, az Alma a naplójában leírja, hogy emiatt sopánkodik, te többször visszatér, és valami olyasmit ír egy alkalommal, én egy színes kis madárka lennék, és te levágtad a szárnyaimat, már hogy Gustav, mert te egy szürke, jellegtelen libát akartál magadnak, írja a naplójába az Alma. Döbbenetes, hogy most a második kiadás, bukkantam rá egy idézetre, ami szinte szó szerint ugyanezt írja a Csinszka Lámbélának, aki egy
hát egy viszonylag szürke egyéniség volt tényleg, bár sok könyvet írt a későbbiek folyamán, és egészen jók a könyvei. Nagyon érdekesen írja meg, nagyon jól írja meg egyébként a Csinszkával való rövid mátkaság történetét, és ezt ír, ugyanezt írja neki, hogy te le akarod vágni a szárnyaimat, mert te egy szürke libát akarsz magadnak. Írja kb. 10 évvel később, jól lehet, biztos, hogy nem ismerte az Alma Mahler naplóját. De ugyanez a gondolat merült föl benne, miközben hát nyilván sokkal kisebb tehetség volt, még Alma Mahlernél is, nem hogy Adinál. Lán Bélánál már nem biztos, hogy kisebb tehetség volt. Na most hát ugye az Adival való kapcsolat az a totális alárendeltség. Tehát ott föl sem merül, hogy ő majd itt költő. Ugye az Adit úgy keresi már csak meg, a korkülönbség miatt is. Hát hány év van köztük? De úgy keresi, meg az Adit, hogy elküldi a verseit, amire az Adi ilyen kedveskedve valamit válaszol, hogy hát hogy lebeszél, ő is lebeszéli, hogy hát ne legyen művész, mert a művészek szörnyű sorsot élnek meg, és hogy nagyon nehéz életük van. Az Adi esetében ez igaz is, tényleg megszenvedte a művész voltát. De hát ott a Csinszka teljesen elrendeli magának magát az Adinak, és ápolja ugye nem is tudom, a 60-i írja róla, vagy mondja azt, hogy tulajdonképpen egy betegápolás volt, az nem a házasság volt, hanem betegápolás volt Csinszka részéről. Tehát föl sem merült, hogy ott a Csinszka igazából valamit ki tudjon magából hozni. Aztán, amikor az Adi meghal, és szerintem ezzel van nagy mértékben összefüggésben az, hogy utána elkezdik keresni a Babiccsal való kapcsolatot, akivel már egészen más a viszony, mert a Babics nem olyan karakter, mint az Adi, tehát egy sokkal visszahúzódóbb figura. Ott a Csinszka egyáltalán nincsen háttérben, vagy elnyomva a Babics mellett, hanem az egy oda-vissza adó-kapok viszony. És a Márfi mellett pedig úgy tűnik nekem, hogy ott inkább inkább ilyen szabadság dominál. Tehát ott ugye a Márfi azt írja, hogy már két felnőtt ember találkozása volt, nem két kamaszé. Tehát tulajdonképpen ez egy bizonyos értelemben egy érdekszövetség volt, amit nem úgy kell érteni, hogy érdekházasság, hanem mind a ketten vágytak egyfajta stabil életre. A Márfi nem volt annyira hektikus egyébként, de a Csinszka mellett teljesedik ki, és akkor lesz neki saját lakása, saját háza. A Csinszka meg hát ugye az Adi kapcsolatot hagyta maga mögött, tehát egy nagyon jó szövetség volt ebből a szempontból, hogy közösen, a szövetség ez egy ház építésen alapul, tehát hogy fölépítik a Szamóczi utcai villát. A közös otthonukat, ezt 1928-ra sikerül elérni, tehát 20-ban kezdik el, és 28-ra lesz teljesen kész, de már addig is már korábban 24-től már lényegében ott laknak, és ez úgy összekapcsolja őket. És a Csinszkánál úgy a levelezésekből én azt látom, hogy nagyon szabadon van hagyva a Csinszka, tehát nem, ott a Márfi egyáltalán nem telepszik rá a Csinszkára, a Csinszka éli a maga ilyen szalonszervező életét, ahol ugye nagyon sok emberrel van kapcsolatban, ő az Adi özvegye, de nem a nemzet özvegye, ami mindig tiltakozott, tehát nem hord fekete fátylat, nem süti a szemét, hanem széles jókedvében, amikor persze jókedve van, mert van, amikor depressziós, akkor szervezi a társasági életet ott a Márfi villában. A Márfi pedig egy visszafogottabb figura, tehát egy csendesebb figura, aki szereti a társasági életet, de inkább a társaságban visszahúzódó módon viselkedik, nem annyira szól bele. És akkor így élik a közös mindennapjaikat. Mi van azokban a kapcsolatokban, mert azért tudunk ilyet is jócskán, amikor ugyan múzsának tekintjük valamilyen módon az egyik felet a kapcsolatból, de aki iszonyatosan megszenvedi ezt a kapcsolatot. Tehát mondjuk a legekletánsabb példája ennek talán a Picasso és a Dora Maar, vagy a Rodin és a Camille Claudel. Szóval hogy akkor minek tekintjük őket, akár pszichiátriai szemmel, vagy pszichológus szemmel? Tehát két áldozat van, két rettenetes áldozat, a Dora Maar a Picasso áldozata, a Claudel a Rodin áldozata, miközben mégis tényleg fantasztikus képek születnek a Doráról, fantasztikus szobrok születnek a Rodin keze alól ez alatt a kapcsolatban. Hát azért ezt folytathatnánk, ezt a sort. Biztos, persze. Én a Salvador Dali és a Gála kapcsolatban is sokszadó mazohisztikus elemet látok, vagy gondoljunk csak Dora Carringtonra, aki a Strachey-vel, egy homoszexuális életrajzíróval élt együtt, úgyhogy nem volt
közös hálószobájuk, és nagy szerelemben éltek egyébként, és amikor Strécsi meghalt, akkor Dora Carrington rá két hónapra öngyilkolt. Tehát, hogy itt bele lehet rokkanni egy kapcsolatba természetesen, és az én könyveim szép számmal produkálnak ilyen jellegű, nagyon hát, tragikus végkifejletet. Na most átérezve a közönségnek azt a hiányérzetét, hogy képekről beszélgetünk képek nélkül. Pont ezt akartam mondani, hogy mutass valami képet megengeditek, ebből. Vagy megengedik, akkor én mutatnék egy néhány múzsa típust már abban az értelemben, ahogy igen, megvan. A múzsa variációk címet adtam ennek. Ugye ez a klasszikus múzsa szerep, amit Joanna Heffernan testesít meg, Whistler múzsája, aki egyébként nem csak Whistleré volt, hanem a nagy francia realista festő Courbet múzsája is volt. Tehát, hogy egy szép fiatal nő, vonzó fiatal, szuggesztív nő a múzsa. Na most ezen a két képsorozaton látjuk azt, hogy az egyik oldalon, ahogy Rockenbauer Zoltán jelezte Ripolónai képeiről, hogy ott minden nő, minden múzsa idealizált formában jelenik meg. Hát itt például a felső sorban látunk egy ilyen idealizált múzsa sorozatot Emma Hamiltonról, a különlegesen izgalmas 18. századi hölgyről. George Romney több mint 60 portrét festett, és egyik portrén szebb, mint a másikon Hamilton. De ugyanúgy itt a kontraszt, hogyan lehet elcsúfítani a nőket, és Gábor említette Picasso és Dora Maar kapcsolatát. Hát Dora Maar itt látható az alsó képsoron, hát így lehet egy gyönyörű nőt szintén, mert Dora Maar is egy nagyon szép, vonzó fotoművész és festőművész is volt egyszerre, és aki egyébként úgy reagálta le ezt a csúnya képsorozatot, hogy ő is megfestette Picasso csúnyának. És itt megint csak jelezném, hogy ezekről a képekről viszont nincs tudomásunk. Tehát a férfiak olyan hatalommal rendelkeznek a 20. században a nők fölött, hogy még ezeket a képeket is eltüntetik. Most idézőjelbe teszem, mert lehet, hogy igazságtalan vádolom Picasso-t, bár lehet mivel vádolni, mert azért rendkívül agresszív. Hát azért nem ő került bolondokházába, hanem a Dora Maar. És a Dora Maar került bolondokházába, így van. Vagy, tehát ugye a nő elcsúfítás azért Toulouse-Lautrec érdeme, mert azért ő kezdte el, és Picasso egy hűséges tanítvány volt e tekintetben, ő kezdte el, hogy lehet megcsúfítani szép nőket, szép táncos nőket, itt jelen esetben Yvette Gilbert. Vagy itt vannak a leselkedő festők, akik a múzsát nem egyszerűen szemtől szembe konfrontatív módon festik, hanem kukucskálnak, kulcsukokon belesnek. Pierre Bonnard a saját feleségét egyébként folyamatosan leste, különösen a fürdőszoba jeleneteket szerette, mert közismerten a felesége tisztaságmániában szenvedett, és állandóan vagy 8-szor, 10-szer, 15-ször egy nap a fürdőszobában lezuhanyozott, lefürdött. Vagy itt van a már említett Hopper házas pár, ugye ő is, Hopper is azok közé, a művészek közé tartozott, aki imádta és egyben gyűlölte a feleségét, és fordítva, és a felesége az saját elnyomatását azzal büntette, hogy szexuálisan nem engedte magához Hoppert. Ezért Hopper állandóan ki volt éhezve. És ezt a kiéhezettséget sokszor ilyen voyeur aspektusból látjuk a képein. Vagy itt van egy nagyon érdekes festő-múzsa kapcsolat, Stanley Spencer jóvoltából láthatjuk ezt. Spencer ott a fél feje látható, egy szemüveges férfi volt, aki egy leszbikus nővel létesített házasságot, aki soha nem engedte magához. Spencer is ki volt éhezve szexuálisan, és a nő uralkodott rajta,
És ez a kép nagyon jól tükrözi ezt a jelenetet, a nő nem néz a férfira, mintha semmi közelen nem lenne a férfihoz. Egy ürügycombot is lefest ide Spencer, egy félig megevett ürügycombot, és pegyhütt pénisze mutatja, hogy képtelen a kapcsolat életre kelni. Ha már megnyomorított kapcsolatról beszélünk, akkor ide kívánkozik az a Unika Zürn is, aki egy kiváló német festő és grafikus nő volt, sőt írónő, sokoldalú tehetsége volt, és amikor Hans Bermerrel közös kapcsolatba kerültek, akkor visszafolytotta a művészi ambícióit, hogy teljesen átengedje magát a férje kénye kedvének, aki ilyen módon örökítette meg, megcsonkítva a testét, a feleségét. Nem véletlen, hogy súlyos pszichiátriai beteg lett később, sőt, aztán a párizsi lakásokból kiugrott és öngyilkos lett a hölgy. Vagy itt vannak a láthatatlan múzsák. Ugye Ruth Klingmant látjuk itt, a gyönyörű szép amerikai múzsát, aki Jackson Pollocknak volt az utolsó szeretője, és ha hihető az, amit ő mond, hogy ez a kép, amit itt láttunk, Jackson Pollock utolsó festménye, aminek az a címe, hogy vörös, fekete és ezüst, ez teljes mértékben a hölgy ihlette, nem látható a képen. Vagy itt van Van Gogh egyik üres széke a kettő közül, amelyet Gauguin ihletett, de nincs rajta Gauguin a képen. Vagy itt van Ország Lilinek a szorongásos, metafizikus, szürrealista korszakának egyik legkiválóbb képe, amely teljes mértékben a Bálint Endre hatásra készült. Mondhatjuk úgy is, hogy ennek a képnek Bálint Endre volt a múzsája. Vagy itt van Cézanne és Emil Zola kapcsolata, ahol a két régi jó barátnak egyik napról a másikra megromlott a kapcsolata, amikor Zola megírta a Mestermű című könyvét, amelyben Cézannet egy félresikerült művésznek mutatja be, és Cézanne azzal bosszulja ezt meg, hogy lefesti saját magát Harlekinként, akit elől látható büszkén és dacosan, és mögötte a hajbókoló, mindenfelé törleszkedő Pierrot személyében pedig Zolát látjuk. De nem ők voltak a modelljei a képnek, hanem két fiatal fiú, az egyik Cézanne fia volt. Tehát itt például elválik a modell és a múzsa fogalma egymástól. Vagy itt van az, amit már említettem, Niki de Saint-Phalle céltáblája, amelybe aztán jó keményen odalőtt sokszor, sőt másokat is megkért rá, és átalakult ez egy ilyen nagy szeánszá, nagy performanszá. Művész barátok jöttek, mentek és lövöldöztek erre a bizonyos céltáblára. Vagy itt van Gulácsi Lajos, akinek a gyönyörű prelafarita képein őt látjuk idealizálva, és a nő semmilyen élő modell nincs a hátterében. És hát ez az a bizonyos Kröjer házas párnak a kettős önarcképe, ahol a nőt a férfi festette, a férfit a nő. És én ezt úgy tekintem, ezt a képet, mint ünnepet, a férfi, az egyenrangú férfi nő kapcsolat, vagy az egyenrangú múzsa festő kapcsolat egyfajta mementóját. Nagyon szépen köszönjük ezt a kis előadást. És akkor Zoltán, amíg azt mondom, hogy te is szedd elő azokat a képeket, amiket mindenképpen meg akartál mutatni, addig viszont én azt kérdezem Gábor tőled, hogy ugye most itt két könyv kapcsán beszélgettünk, az ilyen típusú, és ezt most nem pejoratívan értem, de mégiscsak a nagy közönségnek szóló népszerűsítő könyvek, a művészettörténet szakmának mit tudnak adni, mit tud segíteni abban? Te is mondtad, hogy egy képről soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy mi az, amit konkrétan egy adott kapcsolatnak köszönhet, de mégis mi az, amit egy-egy ilyen könyv, tehát Zoltánnak a Csinszka könyve, vagy a Józsefnek a könyvei a ti munkátokban megsegítenek? Hát új nézőpontokat villantanak föl, mert egy művészettörténésznek soha nem tanítják meg azt az egyetemen, hogy foglalkozzál a művészek életrajzával és az ő párkapcsolataikkal. Ugye? Tehát ez nem egy művészettörténeti probléma.
És hogyha valaki úgy érzi, hogy egy kicsit tágítani akarja, úgymond a művészettörténet probléma horizontját, akkor lehet, hogy beleássa magát ebbe a témába. De a legtöbb ilyen könyvet mégiscsak a nem úgymond kifejezetten művészettörténész szerzőktől kapjuk, akik azonban mégis a maguk szakterületén tudósok. Zoltán egyébként művészettörténész is. Szóval én szerintem ez nagyon fontos, ez nagyon, nagyon sokat jelent nekünk. Tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy a nézőpontok tágítása. A másik pedig az, hogyha ezek eléggé olvasmányosak, és eléggé érdekesen vannak megírva, akkor azok pedig egyszerűen például szolgálnak előttünk is. Én azért majdnem minden művészettörténeti munkát, a kollégáimnak a munkáit, meg sok meg a régieket, és elolvasom olyanokat, és amik nem kifejezetten a szakterületem. És megmondom őszintén, hogy nagyon sok olyan van, ami komoly erőfeszítést igényel, de nem szellemi erőfeszítést, hanem nyelvtani erőfeszítést, hogy egész pontosan nem értem sokszor, ugye, hogy miről is van szó. Tehát nehezen írunk sokszor, és igazából nyugodtan példának tekinthetjük azt, hogy a jó fogalmazás, a könnyedség, az nem azonos a könnyűséggel. Ahhoz, hogy valaki könnyed legyen, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell tanulnia. Az ürességből könnyűség jön, de a könnyedséghez ahhoz nagyon sok tudás kell. És mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb feladat egy bonyolult dolgot egyszerűen elmagyarázni, mint fordítva. A legtöbb tudósnál sajnos éppen azt látjuk, hogy hogyan bonyolítják túl az egyszerű kérdéseket. Na, az ilyen könyvekből többek között ezekre a szakmai stratégiákra is nagyon sokféle példát meg inspirációt kapunk. Közben itt látom, hogy van egy kis technikai malőr, de azt hiszem, hogy pont megoldódott. De mi a, egy kultusz azzal kezdődik? Vagy nem, az az nem. De az azt mondom, hogy itt nem látjuk most a diszpléjen. Igen, a dolgok egy kis bejövet. Na, meg van? Igen, tessék. Itt... Ja, mert hogy itt nem látjátok ti, az a baj valami miatt. Ugye, az, én nem tudtam, hogy... Ja, most megtalálták. Na jó, akkor igazából... Köszönjük szépen. Igazából ugye nem tudtam, hogy lehet vetíteni, nekem egyszer volt már egy rossz tapasztalatom még a Szép Fűztébe a vetítéssel, és ezért én nem erőszakoskodtam, csak az utolsó pillanatban mondta Gábor, hogy van mód vetíteni, úgyhogy én gyorsan összeállítottam egy sorozatot tulajdonképpen a Csinszka életéről, egy rövid 20 képből állót. Ugye a könyvvel kapcsolatban azt kell tudni, hogy az én Csinszka könyvem az Adi temetésétől Csinszka temetéséig tart. Tehát valójában én az Adi kapcsolatot csak mindig visszautalok, de én igazából a Babics és a Márfi kapcsolatot dolgoztam föl. Hát itt ezek gyerekkori képek, csak ezek talán nem annyira ismert képek a Csinszkáról. Ez pedig Tabéri Géza, az első szerelem, akivel levelezésbe keveredik Lütriben. Szintén erdélyi költő volt, író. Igen, nagyváradi, és aki aztán, ő már akkor fiatalon is novellistaként, egyébként az Adit már Adit nagyon fiatalon ismerte meg, és aztán utána ő az, aki a Csúcsai kastély kisasszonya címmel megírja a kettejük szerelmének, hát ez egy ilyen diák szerelem történetét, ami lényegében a Csinszka és a Tabéri Géza közötti levelezésen alapul, hiszen alig találkoztak. Tabéri Géza Genfben tanult, miközben Csinszka Lütriben volt panzionér, tehát egy lánynevelő intézetben. És ugyanez az időszak egyébként, amikor a Csinszka elkezd levelezni Adival, és egyébként a Tabéri Géza pedig elkezd, hát kapcsolatba lép egy orosz származású hölgyel, aki aztán mennyasszonya is lesz jó darabig. Ugye a Csinszkának a második szerelme, ez a bizonyos Lán Béla, akit emlegettünk, itt ha talán nem látszik annyira, de ott van a kezükön a jeggyűrű, amit hát nem egy igazi jeggyűrű, egy ilyen amatőr jeggyűrű, egy ezüst gyűrű, amit nagyon rövid ideig hordtak, mert aztán amikor a Lán Béla amikor Adi megjelenik Csúcsán, és akkor tulajdonképpen a Csinszka összejátszva Adival kigúnyolja Lán Bélát, a vőlegényét, akkor a Lán Béla eldobja és megtapossa ezt a bizonyos jeggyűrűt,
aztán elmegy a háborúba, és aztán hosszú kalandos élete során fogságba esik, aztán hazatér, számos könyvet ír, és egy, a Körön kívül című regényében, nek a, egy nagy fejezetében írja meg a kettőjük kapcsolatát, Nagycsinszka és Lán Béla kapcsolatát. Ugye ez az Adi, és nagyon jellemző ez a kép, ami aztán jól kifejezi az Adinak a dominanciáját talán kettőjük között. Tehát ez a nagyon szigorú, egy székely aladár fotó. És hát ugye Adi után jön a Babits történet, amit Babitsot úgy keresi meg Csinszka, hogy a rögtön Adi halála után, hogy meg akarja neki mutatni a rajzait, ami egy egész érdekes felvetés, hogy ezzel állít be hozzá, és lerohanja Babitsot. Most ez az az időszak, amikor Kerstockhoz jár tanulni, rajzolni, és hát tulajdonképpen ez az egyik legjobb alkotása, tehát azért ennél sokkal jobbat nem csinált, ami nem rossz, de hát azért érezzük, hogy azért nem igazi nagy mestermunkáról van szó, de fölismerhető rajta a Babits kétségkívül. Ami nagyon érdekes, hogy a Babitssal való viszonyból, ami egy olyan viszony, amit a Csinszka kezdeményez, másfél évig tart, és vannak benne hullámvölgyek, mély szakadékok is. Babits ír egyébként a Csinszkához verset, tehát a múzsaságot meg tudja élni a Babitssal együtt is, de a kapcsolat a végére megfordul, és a Babits az, aki inkább fönn akarná tartani, és a Csinszka az, aki aztán utána hát egyszerűen ejti a Babitsot. 1920-nak a tavaszán, nyarán, és nagyon érdekes, hogy mind a ketten ebből a másfél éves kapcsolatban mind a ketten nagyon gyorsan házasságba menekülnek, ha úgy tetszik. Tehát 1920 májusában már véget ér a kapcsolat, augusztusában megy hozzá Csinszka Márfihoz, és a következő év januárjában veszi el Babits Török Szofit, Tanner Ilonát, aki aztán Török Szofi néven lesz költőnő. És aki azt állítja egyébként, hogy a Csinszka, azért vannak itt ezek a cikkek, hogy a Csinszka egy új erdélyi labba beletette azt, hogy összeházasodik Babits, hogy Babits elveszi őt feleségül, hogy ezzel próbálja kényszeríteni Babitsot, hogy vegye el feleségül. Én ebben a könyvemben foglalkozom ezzel a dolog, valóban van egy ilyen cikk, de ez nagyon valószínű, hogy nem a Csinszkának a trollkodása eredménye. Amikor Márfihoz viszont hozzámegy Csinszka, akkor ezt egy levélben jelenti be Babitsnak, ugye ez az a bizonyos levél, régi változatlan barátom jelentem, hogy a napokban megesküdtem Márfi Ödönnel, új gazdámmal, nagyon meg vagyok elégedve, nagyon jó kislány vagyok, és igyekszem lenni, rád pedig nem különben, és folytatjuk a levél, meg vagyok haragudva, hogy nem elveszítettelek, mint barátot, írja a Csinszka, ami egy arcátlansága részéről, mert tulajdonképpen ő ejtette Babitsot. A Márfival szinte titokban házasodnak össze, gyakorlatilag senki nem tud róla. Jól lehet, azért van olyan nap, ami mint pletykát megírja, hogy talán, hogyha Márfi elvenni a Csinszkát, és aztán a házasságot nem verik nagy dobra, és aztán csak néhány hónappal később jelennek meg a lapokban, hogy a Márfi elvette a Csinszkát feleségül 1920-ban. És akkor mutatok néhány képet, amit a Csinszkáról fest a Márfi portrékat, most nem hoztam aktot, mert aktot is festett egyébként. Ezek tipikusan idealizált képek, de nagyon jól kifejezik a Csinszkának különböző hangulatait. Tehát ez a piros kép, ami az egyik legjellegzetesebb darab, ami a Petőfi Irodalmi Múzeumban a gyűjteményében van, és ami nagyon jól látszik, ez a fajta kicsit gúnyos félmosoly a Csinszka arcán, és ez a Pierrot-s arcfestés, amit megemlítenek róla szinte minden memoárban, visszaemlékezésben. De látjuk, hogy az egyik képen kicsit szemtelen, másik képen inkább melankolikus, de mindegyiken idealizált. Tehát ezen ugye haragos itt a végén, de mégis mindegyikben van valamiféle idealizáltság. Szemben a rajzokkal, amiket most szinte nem hoztam el, ahol viszont sokkal hát leleplezőbb, mint ahogy az előbb mondtam, hogy a Zorkáról készült egy darab olyan szénrajz, ahol a Zorkának a boszorkánysága, de a rossz értelemben boszorkánysága kiderül. Egyébként a Zorkáról fantasztikus idealizált képeket
készített riprónai, és hát a fénykép alapján látjuk, hogy valójában nem volt olyan, hanem inkább az a szénrajz hasonlít hozzá. Most a Csinszka esetében azt hiszem, hogy ilyen is volt, olyan is volt, tehát nagyon jó lesz a kettősséget, Márfi ügyesen megragadja, és az a grafikákban lehet ezt igazából tetten érni. Ez már Csinszkának a 30-as évek eleje, amikor már Csinszka már ilyen idősödő múzsa, ez egy karácsonyi, kicsit melankolikus, kicsit szomorú, ugye nincs gyereke, és egy ilyen babával, vagy egy ilyen mackó, vagy mi az, lehet, hogy cica, de egy bábúval fotóztatja magát a lapok számára. Ez a nagy vetélytárs egy másik múzsa, akiről fantasztikus arzenálja van a festményeknek és a képzőszeti alkotásoknak, Riprónaitól kezdve Kunfin át, Kéte Kolvicig nagyon sokan örökítették meg. Tiharis Zdenkáról van szó, zongoraművésznő volt, a kornak kiemelkedő zongoraművésznő volt, nagyon sikeres, nemzetközi karriert futott be, és aztán hosszú életet élt, és egy Zene Akadémián tanított, és Márfi nagyon sok képet festett róla. És ezt egy idő után a Csinszka megelégelte, ami ezen a képen azt hiszem, hogy jól látszik. Itt mutatok egy, már önmagában az, hogy beleült a karossz, beleült a székébe, ez már egy arcátlanságnak érezhette, ugye abban a székben ül, amiben a Csinszka olvas a másik Márfi képen, és ahogy eltolja magától Zdenkát, és így ilyen kérdően néz rá, miközben az Zdenka elfordítja a fejét, és nem néz vissza. Ez ugye azt sugallja egy kicsit, mintha az Zdenkának lett volna, amit miért elfordítani a fejét, pedig valószínűleg nem. Egyesek szerint az Zdenka egyébként nem érdeklődött a férfiak iránt, minden esetre soha nem ment férjhez. Csinszka viszont Bárci Istvánnak azt írja egy levelében, hogy tegnap itt járt nálunk a sötét zongorilla nő, ez az Zdenka. Úgy voltam vele, mint a gyerekek a kismacska kölykökkel, vízbe velem, mielőtt kinyitja a szemét. Úgyhogy egyébként nagyon szép nő volt az Denka, is gyönyörű nő. Ezek nagyon, nagyon, nagyon izgalmas nő volt, tehát Szomori Dezső, mindenki olyan lángoló sorokat írt róla, hogy milyen fantasztikus figura volt az Denka. Csinszkában meg volt egyfajta féltékenység. Az egyetlen ember, akire féltékeny volt, ha én nem találok másra példát, mert például az Adi összes nőjével fölvette a kapcsolatot, Lédával nem sikerült, de akarta. Lédát azt is meg akarta ismerni. Mindenki végig látogatta az összes olyan nőt, akiről tudott. Lédát nagyon tisztelte, nagyon becsült, a többieket meg a szem egyáltalán nem. Tehát a többiekkel szemben egyfajta diadalt érzett, hogy az úgynevezett kis női csukákkal szemben, hogy hát nektek egy-két hét jutott nekem, nekem meg itt van férként, és hát a leginkább ilyen értelemben Dénes Zsófián tudta elverni a port, akivel ugyan hát ilyen édelegbe utálták egymást, és aztán Csinszka halála után Dénes Zsófia könyvek tucatjaiban áll bosszút Csinszka emlékén, és ír egyre, hogy is mondjam, egyre hajmeresztő dolgokat. Az első könyvben még nagyon finom, és akkor azt hiszem, hogy akkor írja még leginkább azt, ami fair, vagy hát fairnek lehet tekinteni, de aztán amikor egyre idősebb lesz a Dénes Zsófia, akkor egyre inkább egyre mérgezettebb a toll a hegye. Na most a Csinszka múzsaságának a végéről, tehát hogy ugye az a címe a könyvemnek, hogy a halandó múzsa, mert hogy nem lehet valaki, egy földi halandó nem lehet élete végéig múzsa, és ez egy, ha valakinél ez egy életforma, ahogy ez Gerevics József is mondja, akkor ez bizony belső konfliktust eredményez. Ez a kép jelent meg róla, ugye, itt már a halál előtt nem sokkal vagyunk, 38-39 éves, jelent meg a Pesti Naplóban ez a fotó, de valójában így nézett ki. Tehát ez a retusált fotó, és ez meg az eredeti, ami a Petőfi Ludovic Múzeum tulajdonában van, ahol látszik, hogy nagyon megvan már öregedve, hogy nagyon árnyékolt a szeme, és hát ugye ez egy korabeli Photoshoppal készült változat jelenhetett meg a lapokban. Élete végén ez egy komoly fejfájás, migrénes panaszai voltak, tehát ez a kép ezt a pillanatot kapja el, ahol egy kifejezetten szenvedő arccal ábrázolja Márfi Csinszkát, és akkor mennek el orvosi tanácsra Tégenzébe, ahonnan a testvéréhez, Márfi Ödönnek, a Márfi Károly nevezett testvéréhez, és onnan hazatérve, 1934 őszén vagyunk,
ott jól érzi magát, tehát ott úgy elmúlnak a fejfájásos panaszok, hazajönnek egy viszont vacsorát ad Márfi Ödön, Márfi Károlynak, ez a fotó egyébként az ott készült égerzében Márfi Ödönről, aki tizen sok évvel volt idősebb Csinszkánál, most hirtelen nem számoltam ki, 16, köszi. És ezen a bizonyos vacsorán kap agyvérzést, igen, az első szélütést itt kapja Csinszka, pezsgőt iszik, cigarettázik, és ráborul az asztalra, a cigarettát elnyomja a terítőn, és lefordul a székről, akkor viszik be a kórházba, és néhány nap múlva meghal. Na most itt van egy, a halálának körülményeivel kapcsolatban nagyon sokféle elképzelések, meg pletykák vannak, amivel én a könyvben bőven foglalkozom, tehát az öngyilkosság kérdése is fölmerült legutóbbi időkben, tavasszal jelent meg egy levél, ami ezt próbálta igazolni, de hát ezt szinte biztosra mondhatom, hogy nem igaz, de mindenképpen érdekes fölvetés, és akkoriban ez is egy olyan pletyka volt, ami így fölmerült, elterjedt. De volt egy másik pletyka, ami sokkal makacsabbul tartotta magát, és tartja magát mind a mai napig, hogy a Csinszka itt az élete végén lett volna egy liaisonja, egy bizonyos magas rangú tisztviselővel, egy ibusz tisztviselővel, így emlegették a különböző források, aki saját házasságára való tekintettel, meg hát lehet, hogy egyébként is, durván elutasította a Csinszkát. És hogy ez okozta volna az agyvérzését. Itt nagyon sok találgatás van, Meredek István szerint ez Bárci István főpolgármester, vagy volt főpolgármester, sejti el mögött az magasrangú ibusz tisztviselő mögött, nem látom túlzottan indokoltnak, hogy miért lenne ibusz tisztviselő egy volt miniszter, nem volt az. Ellenben a kutatásaim során fölmerült két személy, akik magasrangú ibusz tisztviselők voltak. Az egyikük az Márfi Károly, és a könyvemnek az első kiadásában elég határozottan azt állítom, egyébként Nemeskéri Erikával, aki Babics kutató, és aki szintén erre a következtetésre jutott, bár nagyon finoman említi csak meg, hogy ő szerint a Márfi családban kell keresni a magasrangú ibusz tisztviselőt. Hát Márfi Károly magasrangú ibusz tisztviselő volt, az ibusznak a müncheni kirendeltségét vezette, ezért tudta Tégerzébe, ami ugye München mellett van, megvendégelni Márfiékat. És Csinszka nagyon összejött, nagyon szoros kapcsolatba került Márfi Károlyról az életének utolsó szakaszában, számos levelében, amit egyébként a családtagoknak írt, tehát Annuskának, a Károlynak és Ödönnek a hugának, illetve a Vonyicának írkált haza olyan leveleket, ha nem Márfi Ödönhöz mentem volna hozzá, akkor biztos Karcsit, ugye Márfi Károlyt főztem volna meg magamnak, írja egyebek mellett, meg minden levében rajongó, hogy micsoda tündéri pofa, milyen állati jó fej, és hogy mennyire imádja a Márfi Károlyt. Úgyhogy így ez eléggé elképzelhető alternatíva, hogy esetleg a Márfi Károly volt, ő ez a bizonyos ibusz tisztviselő, aki elutasította volna Csinszkát. Márfi Károly nagy nőcsábász volt, egyébként akkor is friss házas volt éppen, azt hiszem, hogy már a harmadik feleségét, egy német nőt nyűjt el. És ez egy lehetőség volt. Azonban én most inkább ennek a képnek a eredeti gazdájára gyanakszom. Ezen nem látszik most, talán ott van egy dedikáció, ez most került elő ez az aktkép. Ez 1924-ben Márfi Ödön egy Kurdin Elemér nevezetű pasasnak dedikálta. Kurdin Elemér barátomnak szeretettel Márfi Ödön, és ugye ez a Csinszka aktját ábrázolja. És utána kutattam, hogy ki ez a Kurdin Elemér, mert ez semmit nem mondott nekem. És a különböző sajtótermékekből kiderült, hogy ez egy magasrangú ibusz tisztviselő volt, az ibusznak a gazdasági igazgatója, az a pénzügyi igazgatója volt a 30-as években, úgyhogy a képet még akkor kapta Márfitól, amikor még nem volt házas, de utána viszont tényleg jó házasságban élt a feleségével, 60-as években halt meg, és hát ő is egy lehetséges eset erre a bizonyos liaisonra, hogy esetleg ő volt az, akivel hát Csinszka meg élete végén esetleg megpróbált valami kapcsolatot alakítani. Mindesetre záróképként mutatom, hogy ugye ez a bizonyos temetés, ahol egyébként a Márfi Károly is ott van a sír mögött, természetesen a Márfi testvérek mind ott vannak.
És egyre kevésbé gondolom azt, hogy a Márfi Károly lehetett volna itt a bűnös, mert Márfi Ödön, amikor Csinszka meghal, és ez teljesen lesújtja, Márfit egy évig gyakorlatilag nem tud festeni, és az első dolga, hogy az öccséhez megy ki Münchenbe felejteni, úgymond. Tehát, hogyha valójában a Márfi Károlynak köze lenne a Csinszka halálához, pláne ilyen pikáns módon, akkor valószínűleg a Márfi Ödön nem hozzá megy ki ápolgatni a lelkét. Nos, ezt gyorsan lepörgettem, ezt csak azért mutatom, hogy ezeket a képeket, ugye az én könyvemben szemben a József könyvében, amit irigykedve látom, hogy mennyi reprodukcióval jelenhetett meg, engem mindig lebeszélt ugyanaz a kiadó, hogy ne tegyünk bele reprodukciókat a könyvbe, mert az akkor nagyon drága lesz. Én ezt megértettem, hogy tényleg nagyon drága lesz a könyv, és akkor senki nem fogja megvenni. Úgyhogy én már az előző könyvemnél, az Apacs művészetnél is azt csináltam, hogy nyitottam egy Facebook oldalt, és én ott rendszeresen közlök képeket, és történeteket, szövegeket, nem szó szerint ugyanazokat, ami a könyvben vannak. Vannak olyanok, amiket a könyvben egyáltalán nincsenek, másokat meg sokkal rövidebben, vagy olvasható formában, tehát nem a könyvemet közlöm folytatásokban a Facebookon, de ezt, akit ez érdekel a téma, javaslom, könnyen megtalálja a Facebook oldalon, és ott rendszeresen, és ott sok képet lehet látni, tehát oda nyugodtan lehet képeket tölteni. Köszönjük szépen. Ez most egy olyan este volt, a beszélgetésben két ilyen kis előadást is sikerült önöknek meghallgatniuk, de hogy mégis beszélgetéssel zárjuk, még annyit engedjenek meg, hogy egy-egy kérdést én hadd tegyek föl. Zoltán, ugye szó volt róla, hogy ez második javított, bővített kiadás, és valóban majdnem 20%-kal vastagabb is, tehát hogy több anyag van benne, most nem csak a papírvastagságról beszélek. De közben mondod, hogy még mindig jönnek elő dolgok. Lesz még szerinted harmadik, még jobban bővített kiadás? Hát szeretném, tehát hogyha jó lenne, ha még előkerülnének dolgok, mert pont a halálával kapcsolatban, például ebben a második kiadásban elég sok újdonság van, de a Babits kapcsolata, a Babitssal való viszonyból is egy csomó minden kiderült számomra, meg a Márfival való megismerkedés, ezek újdonságok a könyvben. Úgyhogy tehát a Csinszka iszonyú nagy levelező volt. A leveleinek nyilván töredéke van csak meg. És bármi előkerülhet még. Tehát, és amennyiben nyilván, ha előkerül valami, és ez a könyv persze elfogy, mint hogy az első kiadás elfogyott, és azt mondja nekem a Noran, hogy adjuk ki újra, és van egy csomó információ, megint át fogom írni nyilván. És akkor még vastagabb lesz. József, akkor viszont tőled is ezt kérdezem, azt tudom, hogy te akarod folytatni ezt a sorozatot, és egyéb terveid is vannak, tehát várhatunk még újabb találkozásokat? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, csak annyit Rockember Zoltánnal kapcsolatban, hogy ő adta vissza kicsit a hitet bennem az irányt, hogy azért a művészettörténészeket a művészek élete is érdekli. Mert általában a magyar művészettörténet írásban én ezt nem nagyon tapasztaltam. Gábor is mondta, hogy ilyet nem tanultak az egyetemen. És nem véletlen, hogy az első magyar történet, az a Csinszka-Márfi történet volt az én második könyvemben is, mert hát elsősorban Rockember Zoltán adataival dolgozhattam, amit most különös... Ott van a hátlapon, és a hátoldalára is betettem, mert nagyon tetszik az a kép, hát egy fantasztikus képről van szó. Nem véletlen, hogy ő is az első kiadásba is, és most is a másodikba is ezt a képet választotta. Tehát ez lett volna az egyik megjegyzésem. És ebből következik a kérdésre is a válasz, hogy a harmadik tervezett kötetben már sokkal több magyar festő fog szerepelni, mert hogy azért úgy, hát például Ország Lili is ott lesz, mert hogy tavaly megjelentette a galéria a levelezést, és hát bizony. Döbbenetes anyag. Tehát én most karácsonyi szünetben volt alkalmam végigolvasni, hát egyszerűen nem lehet letenni, olyan izgalmas történet fog kikerekedni belőle ebből is, és hát igyekszik az ember. A baj tényleg az, hogy bármennyire is itt élünk Magyarországon, és elvileg a források itt kéznél vannak, még sincsenek, mert nincsenek életrajzírók Magyarországon. Tehát nincsenek, a művészeknek nem írják meg az életét. Hát a Csinszkája azért most elég rendesen. Megvan. És a többit is akkor. Igen.
Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak és meghallgattak minket. Nektek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egy szolgálati közleményt engedjenek meg a végére. Én az elején ugye mondtam, hogy a Múzeum Cafénak pillanatnyilag két megjelenési formája van. Az egyik a nyomtatott, a másik ezek a beszélgetések. Az a helyzet, hogy két nap múlva szombaton elindítunk egy harmadik megjelenési formáját is a Múzeum Cafénak. Múzeum Café tárlatvezetéseket fogunk a jövőben tartani, amikor is vagy a szerkesztőség, vagy a szerkesztőbizottság valamelyik tagja egy vendégtárlatvezetővel egy általunk nagyon érdekesnek és fontosnak, izgalmasnak tartott kiállításon sétálunk végig. Most szombaton itt a Galéria A épületében a 60-as éveknek a kiállításán Szűcs Miklós festőművész lesz az én vendégem, és vele beszélgetve fogjuk végigjárni a kiállítást. Ott is mindenkit sok szeretettel várunk. Ma este 10 óráig tartó programokhoz jó szórakozást kívánok. Köszönjük szépen!